Jól van, ezen nem újon. Ki akar versenyezni? Én! Jól van, kezdhetjük. A múltkor Mika Makával fátlalni mentünk az erdőre, de olyan szerencsétlenül dőlt a fa, hogy dömbödöm alá szorult. Fúj, ez mi? Ez nem vers, kikérem magamnak. Hallod, Mika Maka, azt mondja, ez nem vers. Hát, kedves Lajos, ez tényleg nem vers. Miért, amikor a sorok szépen egymás alá vannak írva, és minden sornak betűvel kezdődik, akkor miért nem vers? Csak. Ejj, mi a kőtyúkanyú? Kend a szobában lakik itt bent? Aj, ezt nem tudtam. Hát kicsoda, ki az ördög írta volna? Nézd meg a papírt, nem az én írásom ez? Jó, de ezt a verset már régen megírt a Petőfi Sándor. Ő meg abban alapodta meg, ha jól emlékszem, hogy mindenki a saját versét adja el. Úgy van! Ki az a Petőfi Sándor? Soha se hallottam még a nevét. Elég szégyen, de a versod akkor is öréte. Légy szíves saját költeményt előadni. Na jó, tudok én mást is, ide süssetek. Elkent tyúkanyú, mi a itt bent lakik a szobában? Hoho, ugyanazt mondod kitekerve, és ráadásul rím sincs benne. Rímnek is kell benne lenni? Hát nem már, de ne az anyám tyúkját mondja. Akarod forgatod, úgy is ráismerünk. Hát jó, akkor nem az anyám tyúkját mondom. Apám tyúkja, itt a kukleszik. Elgyenc tyúkja, mi a kő? Itt ment lakik a szobában? Megölni. Lelőni. Szétvágni. Házavarni. Kirúgni. Szétfűrészelni. Így nem lehet szavalni. Bizony nem. Jobb is hallgatni. Csalassal nem lesz meg. Halljuk a következőt. Ha elpusztul a tudat, szarvadból lesz a tület. De ha én elteszülök, belőlem nem lesz tudat. Hát az biztos. Mert már most egy nekülök vagy. Én, hogy elpusztulok a lőkéstől. Elég. Ki következik? Én. Egy egészen rövid verset írtam. Halljuk. Szerda ablakába csütörtök ül, és Ordi csütörtök ül. Miért csütörtök ül Ordi? Mert a péntek lenne, péntekül ordítanak. Szegény jeleket nem tud? Nem, ez egy műveletlen csütörtök. Csend. Halljuk a rombot. Balömböki bakukan, balömböki bigakúr. Nem ér, egy hangot sérték belőle. Arról nem volt szó, hogy tenzottalus lehet verset írni. Eszed topja a tenzotta. Ez igenis magyarul van. Akkor én megeszem a külön. Majd meg is sózhatod. Hát mondja végig. Balömböki bakukan, balömböki bigakúr. Bölömbaka a bak a fönn, bölömbik a búgakan. Ez semmi. Így egy gyerek is tud verset csinálni. Hát egyáltalán vers. Igenis vers. S ha azt hiszed, olyan könnyű írni, várj, bizony nyisd be, írj egyet. Nem is kell leírnom, kapatból is elmondhatom. Komira lő kötyva, kamor jön a kettő, kőmaradó kótya, kimerülő kutya volt. Jó, de ennek semmi értelme sincs. Mi az, hogy kimerülő kutya volt? Kimerülhet egy csebrampára, esetleg egy hegymászó, de egy kutya volt. Esetleg elfárad. Miért ne fáradhatna el egy kutya ott? Vagy a kutya nagyon nyomja belőle. Rendben, de a módszer, ahogy a verset írtam, mégis az én találmányom. Ez igaz. Találmányom nem rosszabb versnek. Halljuk az utolsó verset. Dömdödöm, 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 dömdödöm. Nem én, akkor én meg azt mondom, hogy prampapam, 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 prampapam. No. Csak azért kiabalsz, mert nem tudod, mit jelent dömdödöm verset. Miért? Mit jelent? Azt, hogy mindannyiunkat nagyon szeret. Engem is? Persze, téged név szerint is megemlített. Éljen dömdödöm, adjuk neki az első díjat. Adjuk! Te győztél. Dömdödöm, dömdödöm.